Finnország és Svédország mielőbbi NATO csatlakozását szorgalmazta a törökországi látogatásán Jens Stoltenberg, az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára. Mevlüt Csavusoglu török külügyminiszter szerint azonban a két ország még nem teljesítette minden vállalását. Finnország és Svédország eleget tett a Törökország irányába tett vállalásainak, és a közeljövőben csatlakozniuk kellene az Észak-Atlanti Szerződés szervezetéhez, jelentette ki csütörtökön Isztambulban Jens Stoltenberg. A NATO főtitkár hangsúlyozta, a két ország nagyon erős partnerré vált a terrorizmus elleni harcban. Ideje teljes körű NATO tagként üdvözölnünk Finnországot és Svédországot. Csatlakozásuk erősíti a szövetséget és fokozza polgáraink biztonságát. A mostani veszélyes időkben felértékelődik a csatlakozási folyamat véglegesítése bármilyen elhibázott moszkvai egyesség vagy számítás elkerülése érdekében. Fontos közvetíteni azt az üzenetet is Oroszország felé, hogy a NATO ajtaja továbbra is nyitva áll, és egyedül a szövetségesek és az aspiránsok dönthetnek a NATO tagságról, senki más. Mevlüt Csavusoglu török külügyminiszter kijelentette, a két országnak jelentős lépéseket kell tennie még a terrorizmus elleni harc terén, hiszen jelenleg a terrorizmus a legnagyobb NATO-t érintő fenyegetés. Hangsúlyozta, nem mondhatja, hogy a két ország maradéktalanul teljesítette volna a megállapodás összes vonatkozását. Ugyanakkor bizakodóbban nyilatkozott az új svéd kormánnyal kapcsolatban. Az új kormány eltökélt, és az új svéd miniszterelnök jövő héten ide látogat. Alkalmunk lesz találkozni és beszélgetni ezekről a kérdésekről. Ugyanakkor háromoldalú szakértői mechanizmus is létezik. Az első találkozóra Helsinkiben, a másodikra Stockholmban kerül sor. Ezek a magas szintű szakértői találkozók ugyancsak lehetővé teszik számunkra az előretekintést. Júniusban az Észak-Atlanti Szövetség formálisan meghívta Svédországot és Finnországot a NATO-ba. A csatlakozási megállapodásokat aláírták, de azokat még el kell fogadniuk a tagállami parlamenteknek is. Recep Tayyip Erdoğan török elnök többször is figyelmeztetett, leállíthatja a két ország csatlakozási folyamatát, ha nem tartják be vállalásaikat. Törökország azért bírálja Svédországot, hogy olyan a török hatóságok által terroristának tartott szervezeteknek ad otthont, mint a kurd munkáspárt. A hagyományosan semleges két skandináv állam Oroszország Ukrajna elleni agressziója miatt döntött a NATO csatlakozás mellett.